Szeretettel köszönöm a média szereplőinek a megjelenését a mai sajtótájékoztatónkon, aminek apropója a Háromváros Kerékpáros Fesztiválnak a beharangozása. Tisztelettel köszöntöm városaink polgármestereit, ha szabad így, akkor ugye ABC sorrendben a települések neve alapján ültek polgármesterek. Elsőként Kálmán Tibor polgármester urat, Békésváros polgármesterét, Szaros Péter polgármester urat, Békés Csaba polgármesterét és Görgény Jernő polgármester urat, Gyulaváros polgármesterét. Egyetlen egy gondolatot, ha megengednek bevezetőként, én szeretném nagy örömömet kifejezni azért, mert ugyan a városaink az elmúlt évtizedekben sokszor és számos esetben eredményesen keresték és találták meg az együttműködés lehetőségeit a közép-békési térségben. És volt is az elmúlt években egy olyan sporttalálkozó, amely a három városnak a vezetése kezdeményezésére a Háromváros diákjainak a részvételével sikeresen zajlott, de azt gondoltuk, hogy azok a törekvések, amelyek mindhárom várost jellemzik, mindhárom város ugye kerékpáros barát település nem egy alkalommal, mindhárom városban nagyon jelentős kerékpárútfejlesztések zajlottak és zajlanak, nagyon kiterjedt kerékpárúthálózat formálódott az elmúlt években, évtizedben, és a turizmusban is nagyon erőteljes együttműködési törekvések vannak a városainkban, ezért azt gondoltuk, hogy minden feltétel adott ahhoz, hogy egy olyan kerékpáros fesztivált próbáljunk közösen megszervezni, amelynek tulajdonképpen mutatjuk, hogy tradíciói vannak, és az szándékaink szerint egy hagyományteremtő rendezvényt fogunk összehozni a jövő hét végén. És ezért is kértük polgármesterüket, hogy tiszteljenek meg bennünket a mai sajtótájékoztatón, és mondják el gondolataikat a rendezvényről összefüggésben. Tiszteltem, megkérném akkor talán elsőként, maradjunk akkor talán így ABC sorrendben a települések sorában, Békésváros polgármesterét, Kálmán Tibor urat. Köszönöm szépen, nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit, és köszönöm szépen, hogy itt lehetünk, és itt beszélgethetünk egy kicsit arról, hogy milyen jó, hogy így hárman együtt vagyunk, és összeköt minket az élővíz csatorna, meg szerintem az egész vidékiségünk, minden egyes gondolatunk, és mennyire jó, hogy mindig tovább tudunk gondolkodni. És volt egy Háromváros sportfesztiválunk, mindig újra kell gondolni mindent, mindig tovább kell gondolni mindent, és én nagyon hálás vagyok, hogy most így egy Háromváros kerékpáros fesztivál keretében újra összekötjük a madzagjainkat. És én hétvégén pontosan a Fiatalokért Egyesület kereteiben szervezett kerékpáros túrán vettem részt, és Békésről elmentünk Gyulára, ettünk egy fagylaltot, átjöttünk Pósterekre, eljöttünk Gerrára, hazamentünk Békésre, és egy nagyon kellemes napot töltöttünk el, és én így is tudom mindenkinek ajánlani, de remélem, hogy nagyon sokan tudják, hogy mennyi szépség, mennyi minden van a térségünkben, amit meg lehet találni kerékpáron, és mennyi mindent el lehet érni kerékpáron itt Gyula, Békés Csaba, Békés körzetében. Ez egy nagyon jó indítás lesz szerintem, és nagyon jó rendezvények vannak. Remélem, hogy nagyon sokan fognak eljönni. Az időjárás biztos kegyes lesz, hisz most esik, akkor jövő héten nem fog. De azért ezt egy kicsit lekopogom, és bízom benne, hogy hosszú távon is ez egy olyan útvonalak, olyan programok lesznek, amelyeket nagyon sokan fognak megtekinteni, kihasználni. Az egyik városban esznek egy szeret kolbászt, amoda egy fagylaltot, isznak le, hogy Isten egy pálinkát, vagy ezeknek bármilyen kombinációját meg lehet tenni szerintem bármelyik városban. És de csak nagyon keveset, mert közben azért egy jót kell kerékpározni. Köszönöm szépen még egyszer a rendezőknek, és mindannyiunknak nagyon jó rendezvényt kívánok. Természetesen örömömet fejezem ki azért, hogy a három város ismét összefog, és valóban volt már erre a sport területén, a mozgás területén hagyománya korábban a Háromváros sportfesztiválja kapcsán, most pedig elsősorban ugye a kerékpározás kerül a fókuszba egy háromnapos Háromváros kerékpáros fesztivál alkalmából. Fontos azt tudni, hogy most az első ilyen alkalommal ugye Békés Csaba a kiinduló pont, Békés Gyula és Békés Csaba a visszatérés, de megegyeztünk abban, hogy az elkövetkező években a mostani első alkalom után mindig cserélődni fog a kiinduló pont. Jövő évben vagy Békés, vagy Gyula, ezt nem is tudom, eldöntöttük-e, hogy melyik város lesz a kiinduló pont. Harmadik évben a
a harmadik város természetesen, hiszen szeretnénk azt, hogy minden évben más-más város legyen hármunk városa közül a házigazda. Olyan nagyon nagy jelentősége nincsennek, azt gondolom, hogy ki a házigazda, de mégis ezt így illik, én azt gondolom. A fókuszban a kerékpározás áll, és azért tartom ezt fontosnak, mert sokszor elém kerül akár Békésváros polgármestere, vagy Gyulaváros polgármesterének egy-egy olyan kommunikációja, amelyből messze menően kiderül, hogy ők is elkötelezettek a szabadidő hasznos eltöltése, a mozgás, az egészséges életmód iránt, és tudjuk jól, hogy a kerékpározás mindezt elősegíti. És egy ilyen testedzés, ami a három város útvonalát letudva körülbelül ugye 40 kilométer körüli kerékpározást jelent. Ez egyrészt egy próbatétel is, másrészt a próbatétel alatt ismerkedni lehet a három várossal mindazok számára, akik elindulnak, és esetleg kedvet kapnak arra, hogy majd utána visszatérjenek a gyulaiak Békésre, a békésiek Békéscsabára, a csabaiak Gyulára, tehát ugye össze-vissza lehet majd a egyes városok lakosainak visszatérni a meglátogatott városokba. A csabaiaknak talán az is fontos, mert engem azért régóta kérdezgetnek, hogy a Békéscsaba Arad kétnapos nagy kerékpáros fesztivállal mi lesz 2022-ben, hiszen ugye a járványnak vége, meg lehetne rendezni. Mi ahogy láttuk már az idén tavasszal, hogy jó eséllyel a járványügyi helyzet annyira enyhül, hogy meg lehet tervezni. Arad város vezetését megkerestük hivatalosan, hogy lehet-e az idén partnerek tudnak-e lenni, de egyelőre választ nem kaptunk erre még, úgyhogy az őszi általunk összetervezett Békéscsaba Aradról még nem tudunk pontos információkat, egyáltalán Arad városa vállalkozik erre. És ebben a tekintetben is fontos, hogy ha nem is olyan nagyszabású, de mégis egy kerékpáros, a három várost összekapcsoló kerékpáros rendezvényről van most szó, amely ugye jövő héten, 3-án, pénteken indul, 4-e, 5-én is tart. Mind a három városban kísérő programok lesznek, mind a három város igyekszik a sajátosságait bemutatni, a különlegességeit érzékeltetni a kerékpárosok számára. Fontos információ, hogy regisztrálni kell annak, aki szeretne ezen részt venni. Arra is biztatok mindenkit, hogy vegyenek részt ezen. Kálmán Tibor polgármester úr megígérte, hogy jó idő lesz, tehát rajta kell számon kérni, ha valami nem úgy fog alakulni. De reméljük, hogy jól becsülsz és jól prognosztizálsz. Úgyhogy én szeretném polgármester kollégáimnak megköszönni azt, hogy tényleg talán két napba se tellett, hogy összefogtunk, és a három város egy ilyen fontos program kapcsán megmutatja, hogy itt az Alföld három nagyon fontos városa egy nagyon hasznos és jó programot tud három nap alatt megszervezni. Köszönöm szépen a meghívást. Szeretnék először is gratulálni Békéscsaba megyei jogváros önkormányzatának a kezdeményezéshez. Nagyszerűnek tartom, amikor Szarvas Péter polgármester úr levelét olvastam, még végig se értem, de már kértem a titkárnőmet, hogy a válaszhoz nyissa meg az e-mailt, hogy az elfogadó és támogató sorokat gyorsan le tudjam diktálni. Gyulaváros polgárainak nagy része is elkötelezett a kerékpáros turizmus mellett. A három város együttműködésének profiljába pedig ez tökéletesen beleillik. A legrégebbi közös szabadidős jellegű, sportjellegű együttműködésünk, azaz egy hajóba nevezünk, amely egy hajótúra szokott lenni nyáron, a gyulai Tuzzasztótól a Fehérkörösön, majd a Kettőskörösön át Dánfokig. Ebben a három város vezetői, amikor időnk engedi, akkor részt szoktak venni. Itt Békésváros viszi mindig a prímet. Ezt követően a már említett iskolák közötti, diákok közötti háromváros sportvetélkedő indult útjára, amit sajnos a pandémia az elmúlt két évben meghiúsított, és ez a harmadik rendkívül ígéretes kezdeményezés, ami remélem szintén hosszú életű lesz. Városaink
a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése ügyében nagy lépéseket tudtak tenni az elmúlt időszakban. Gyula város önkormányzata megépítette a Városerdőre vezető kerékpárutat, valamint újjáépítettük a Szanazukba a vezető kerékpárutat. Ezzel korszerű és jó minőségű kerékpárutakon tettük elérhetővé a térség egyik legszebb kerékpáros túraútvonalát, a Körösök völgyét, így a Szanazuktól egészen Dénesmajorig lehet szép kerékpártúrákat tenni a Májvádi erdő mellett a Fekete-Körös partján, és a Békés Csabolyok és Békésiek által megvalósított beruházásoknak köszönhetően pedig a térség kastélyait, kastélyromjait is végig lehet már járni kerékpárral. Ezek kitűnő lehetőségek, biztosítják azt, hogy mi itt a Közép-Békési Centrumban egy szép hétvégén akár itthon is úgy érezhetjük magunkat, mint aki nyaral. A programnak a gyulai részét szeretném ismertetni. Június 4-én szombaton a gyulai vár melletti rondellánál kerül sor a gyulai programelemek lebonyolítására 12:30-tól kerékpáros ügyességi program, aztán egyedi és chopper bringák kiállítása ezzel párhuzamosan, és bringás ebéd is lesz. 1 órától BMX bemutató, és 19 órától lesz a Háromváros kerékpáros körtúra Gyuláról induló teljes távot tekerő résztvevőknek a befutása, érmek átadása, majd 20 órától a Royal Dixieland Band ad egy koncertet. Nagy szeretettel várunk mindenkit, és azt gondolom együtt biztatunk arra mindenkit, hogy a szabadidősport kerékpározáson kívül, ha csak teheti, és amikor teheti, akkor közlekedjen is kerékpárral, hiszen azt gondolom, hogy ezeknek az akcióknak ez is az üzenete. Ne csak beszéljünk a környezet védelméről, ne csak beszéljünk a bolygó védelméről, de tegyünk is érte, és ne feledjük el, hogy a gépjárművek bármilyen meghajtásúak, mindig környezetszennyezőek, úgyhogy amikor tehetjük, kerékpárral. Köszönöm szépen a figyelmet, sok sikert kívánok a rendezvényhez. Fogjás vagyok, ha megengedik, akkor egy-egy érmet át is adnánk önöknek, amelyet a Háromváros kerékpártúra részei fognak megkapni, mindazok, akik végigtekerik a teljes távot. Tiszteltem, akik elfogadják elsőjek sántokat. Kámatóban fogjás, hogy megtettem már a Háromváros kerékpártúrát, mint az előbb hallgatok, hogy... Békés milyen szerepet vállal ebben a rendezvényben? Nagyon régi az együttműködés a három város között, mindig keresünk és találunk olyan programokat, amelyek összekötnek bennünket, és ez a Háromváros Kerékpáros Fesztivál egy nagyon jó továbbgondolás a Háromváros Sportfesztiválnak, és nagyon hálás vagyok, hogy Békés Csaba város önkormányzata ebben lépett, előrelépett, javaslatot fogalmazott meg, amire mind Gyula, mind Békés városa azonnal igent mondott, mert ez úgy gondolom, hogy mind a hármunknak egy nagyon fontos területe. Sok mindent el lehet mondani a környezetvédelmen át, a turisztikán keresztül, a mindennapi életet átszövő kerékpározásról. És ez egy nagyon jó program lesz így a hosszú hétvégén, és én kérek mindenkit, hogy keressék a online felületeken a programokat, jöjjenek át Békés Csabára, menjenek el Gyulára, jöjjenek el a békési rendezvényekre, érezzék jól magukat, biciklizzenek. Bízom benne, hogy jó lesz az időjárás is, tekerjük körbe a három várost, aki csak tudja. Én nem olyan régen megtettem, de igyekszek még egyszer és minél többször, mert nagyon-nagyon sok látnivalóval érdekesség, szépség, amelyet egy alkalommal nem is lát meg mindig az ember.